aztán meg kell állítani is a gyártóját. A falu kemencéje. Van egy kicsi, lelkes település Hajdú-Bihar megyében, ahol egy nagyszerű kezdeményezésből, összefogással és hatalmas lelkesedéssel hoztak létre egy közösségi helyet. Október 2-án Sárándon ugyanis átadták a falu kemencéjét a Gyurgy Alag gyermekházban. A rendezvényt a helyi értéktár bizottság fotókiállítása tette még élményszerűbbé, melyen keresztül bemutatták a faluban található kemencéket. Itt a DTK bizottság munkában úgy döntöttük, hogy próbáljuk feltárni a DTK-ket Sárándon, és ugye szétnézve a faluban láttuk, hogy itt-ott megjelenik egy új kemence, ott vigyáznak a régi kemencére, átrakják, tehát van egy ilyen kultusz most már a faluban, mire nagyon örvendünk, mert ez egy gyönyörű hagyomány. Gyönyörű Zsigmonddal, aki előtte inkább kinyílnak a kapuk, és így végigjártuk a falut és fotóztunk, amit lehetett. 20 van kiállítva, de szerintem sokkal több van. Sokan meglepődtek el, hogy mennyi szép kemence van Sárándon, ami gyönyörű, hogy, és örvendetes, hogy sok új kemence van. Tehát nem csak régi kemencéket, alig találtunk régi kemencét, azokat is átrakják, óvják, vigyáznak rá. A kemence egy csodálatos dolog, mindképpen, hogy mint építmény is gyönyörű, mint tárgy is gyönyörű, ami készül benne is nagyon finom, gyönyörű hagyomány, és szerintem ápolni kell mindenképpen. A kemencék a falu szolgálatában címet viselő kiállítás tehát a Sárándi Értéktár Bizottság készítette, mely több mint 2 éve alakult, s jelenleg 14 taggal működik, akik utána járnak és felkutatják a településen található valódi értékeket. Tudtuk meg Sápi Józsefnétől, a bizottság elnökétől. Több értéket bevettünk már az értéktárba. Van közöttünk egy nagyon ügyes kézműves kolléganő, aki szűrrátétet készít, és ő már 2 munkát is beadott ez ügyben, de bekerült már a táplálkozási szokások gyűjteménye, a határ és dűlőnevek gyűjteménye bent van. A volt lelkészünk, régebbi lelkészünk, Holló László munkája, életművéről is van már egy anyag, ami bekerült róla, utcát is neveztek el azóta, és Pusztumusz díjat kapott, a település díszpolgára lett. Tehát úgy érezzük, hogy az a munka, amit mi végzünk, az mindnyájunk javát szolgálja, de főleg a települését és a településen élőkét. Miután a gyermekház udvara megtelt látogatókkal, Szántó József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Külön megköszönte a segítséget azoknak, akik közreműködői voltak MSZ-ép összefogásnak. A tűz melege összehozza a családokat, a baráti társaságokat. Ez így volt régen is, amikor a kemence mögött ülve mesét mondtak a gyerekeknek, és közben sült a kenyér és a kalács. Ma újra fontosak lettek ezek az értékek, mely lassan feledésbe merültek. A kemence mellett üldögélve, amikor ugye a gyerekeknek meséltek, ezeket visszaelemeítve, ismét elő kell hoznunk ezeket a hagyományokat. Ehhez hozzájárul ez a kemence a maga falusias voltában. Ez a 2 napos ünnep ideális alkalom arra, hogy a falu kemencéjét a lakosság számára átadjuk, és a közösség szolgálatába állítsuk. Mielőtt ezt megteszem, köszönetet mondok idősebb gyönyörű Zsigmond Zsiga bácsinak. A kemence mesterének. A köszönőlevet így megmutatom, és felolvasom, mert messziről nem igazán jól látható. Köszönőlevél idősebb gyönyörű Zsigmond részére, aki a kemence rakás mesterségét sok időn át becsületesen és szorgalmatosan művelte Sárándi lakosságának nagy örömére. Zsiga bácsi, jó egészséget! Köszönetet mondok Gyönyörű Zsigmondnak. Ipja Gyönyörű Zsigmondnak. Zsiga! Zsigának azt szeretném megköszönni, hogy a Sárándi sokadalom megálmodója és szervezője, ezért ezt az emlékapot szeretném átadni. Ezt is felolvasom Gyönyörű Zsigmond részére, aki a Sárándi sokadalom megálmodója és elhivatott szervezője,
napszámosa és kikiáltója Sárán lakosságának nagy örömére. Az átadás kisebb ünnepség keretében történt a sárándi férfi dalárda közreműködésével. Ha kimegyek a sárándi ülőbe, onnan nézek a falu közepébe, onnan nézem, hogy kinek van szép barna jánya, kinek nyílik rózsa az ablakában. Este-este, de szerelmes egy este, de szerelmes lánynám ortam az este. Rám hajlott a csitkés májba, hervadt levele, babámálán aludtam el az este. Rám hajlott a csitkés májba, hervadt levele, babámálán aludtam el az este. A nagy utcán vég este vendég, minden kis kapuba rózsa nyílik, minden kis kapuba kettő, három, csak az enyém hervadt el anyáról. Ez a kislány félhez akar menni, azok szélja el akarja menni. Kedves lányom, ne hagyjál itt minket, hogy lesz velünk, ha te itt hagysz minket. Sáránd azon települések közé tartozik, ahol a helyi értékek feltárásával és átörökítésével tudatosan foglalkoznak. Köszönhető ez a helyi bizottságnak és a község valamennyi lakójának, akik elhivatottan végzik munkájukat, mondta el a rendezvényen dr. Tar Károlyné, a kézműves alapítvány kurátora, majd megnyitotta a kiállítást. Ahol a kemencének ilyen fontos szerepe van az emberek életében, ott érték a közösség is. Nem véletlenül tették lehetővé azok a sárándiak, akiknek van kemencéjük, hogy fotók által mások is megismerhessék azokat. A képeket nézve ebben a faluban nagyon sokan részesülnek a tűz, a kemence varázsában, jótékony hatásában, ami szebbé teszi az életüket. Ez a kiállítás a település egyik fontos értékét, a kemencét egyedi módon tárja elénk. E képek látványa jó érzéssel tölti el a szemlélődőt. A falu kemencéi először kaptak ilyen nyilvánosságot Vince László, illetve a Sárándi Értéktárbizottság jóvoltából, amiért köszönet és elismerés illeti őket. Befejezésül további sikeres falu, illetve közösségépítő munkát kívánok az Értéktárbizottságnak, Sáránd vezetőinek és lakosainak egyaránt. Kívánom, hogy gyarapodjon kemencéik száma, melyek által nem csak tárgyakban, de lélekben is gyarapodik a település. A kemence kivitelezője egy helyi lakos, idősebb, gyönyörű Zsigmond, évtizedek óta készít kemencéket. A falu kemencéje már a 70. élete során, mely hosszú hetek alatt készült el. Zsiga bácsi azt mondja, a jó kemencéhez bizony kiváló alapanyagok szükségesek, és az sem mindegy, mivel fűtik. Ez egy alagút kemence, és tulajdonképpen ennek az alagút kemencének az a lényeg, hogy alagút, tehát 100x110-es a belmérete, szögletes tepsik beférnek, vagy pedig nagy tepsi befér, ami sült húsok, aminek sült húsokat csinálnak benne. És ennek az a lényeg, hogy van egy alsó tűz, ami hamuhulló, és van ugye a tűztér, ami boltíves, és mögötte ennek úgy kell csinálni, hogy szögletes a két fal közt homokkal kell feltölteni. A hő miatt, tulajdonképpen a belső hő úgy terjeszkedik, hogy a külső falakat ne nyomja szíje,
homokréteg van közzétűve. A fiamnak építettem egyet, utána nekem kettőt építettek, öregszülőknek csináltam, buglyos kemencéket, nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy egy jó pára csináltam. Nagyon jó a buglyos kemence, aki úgy kezeli. Tehát tulajdonképpen a fűt is nem mindegy, hogy csinálja. Tehát azt tudni kell fűteni, amikor fűtünk egy kemencébe, attól függ mivel. Mert ha szépen fűti, egyik oldalt felfűtötte, kihúzza a padot, másik oldalt megint felfűtötte, akkor olyan szép kenyereket sütnek benne, hogy le a kalappal. A kemence régen a vidéki élet természetes tartozéka volt, de ma is népszerű, sokan saját maguk építik meg. Szántó József polgármester azt mondja, a most átadott kemencét az önkormányzat önerőből valósította meg, melyet a helyi közösségek használhatnak majd a jövőben. A lakosság számára, a helyi közösségnek építettük ezt a kemencét, nem véletlenül Kaló kemencé a neve. Elsősorban azzal a céllal, hogy a kis közösségek jól érezzék magukat, olyan programokat, olyan közösségi teret szerettünk volna megalkotni, ahol egy kicsit összejöhetnek a különböző generációk, az apraja nagyja településnek, bárki használhatja. Azzal a kikötése, hogy lesz majd egy kemencemester, aki azért a fűtése majd odafigyel, mert a kemencét tönkre is lehet tenni, de ezen kívül bárki, aki ezre jelentkezik, csoportok, iskolások, oldások, bárki a településen belül, aki igényt tart erre. A sárándi lakosok pedig rendkívül örülnek az új kemencének, mint mondják, a létrehozott új közösségi tér összehozza majd a családokat. Én örülök személy szerint neki, hogy lett egy ilyen közös kemence, ami szerintem össze fogja hozni a családokat, ahogy így félfüllel hallottam, és gondolom, hogy nagyobb lesz az összetartás majd a Sárándon a falusi emberek közt. Nagyon jól ismerem a Zsiga bácsit, ő nem egyet csinált már, többet, szerintem már 50-et is csinált, és azért ilyen szép ez a kemence, mert ő már nagyon ért hozzá, nagyon tudja, hogy hogy kell csinálni. Miután az érdeklődők szemügyre vették az elkészült kemencét, és megkóstolták a finomabbnál finomabb helyi ételeket, a debreceni mazsorett együttes vonult végig a Nagy utcán, majd a Régnikó ütő együttes műsorát is megtekinthették az érdeklődők a nagy színpadon.
Maradandó élményt nyújtott a látogatók számára október 2-án az új közösségi tér átadása, hiszen a kemence nem csak a benne készíthető finomságok miatt szerethető, hanem népi építészet örökségünk miatt is. A programok azonban itt még nem értek véget, hiszen másnap kezdetét vette a község napja, vásári sokadalom Sárándon.